Közel 5 éve indult útjára a babaváró hitel. Ez az állami támogatáshoz igénylőnek a kamatmentes kölcsön lehetősége mellett több millió forint vissza nem térítendő támogatást is jelenthet. Erre a konstrukcióra 2024 márciusáig bezárólag csaknem 248 ezer pár szerződött. Mivel a bevezetést követően több olyan előre nem várt, a gazdaságot is jelentősen érintő esemény következett be, mint a Covid-járvány, az ukrajnai háború vagy az energiaválság, a kormány a 2019 és 2021 között felvett kölcsönök esetében meghosszabbítja a gyermekvállalási határidőt. Akiknek az első 5 évben nem jött össze a gyermekvállalás, arra most a kormány egy új bejelentést tett, miszerint további 2 évre kitolták a határidőt, tehát 2026. július 1-jéig van idejük még teljesíteni a gyermekvállalást. Azonban, ha nem teljesül a gyermekállás, akkor akár születéssel, akár örökbefogadással, akkor az 5 év alatt elengedett kamatokat 120 napon belül vissza kell, hogy fizessék. A babaváró kölcsönök ekkor piaci kamatozású hitellé válnak. Ebben az esetben a személyi kölcsön konstrukcióját követi. Arról, hogy ez az összeg mekkorára fog változni, az adott pénzintézet tud tájékoztatást adni. A második és harmadik gyermek megszületésének ebben az esetben nincs jelentősége. Ez a babaváró kölcsön egy kamatmentes szabad felhasználású hitel, és ennek az az alapvető feltétele, hogy az első 5 évben szülessen meg egy gyermek. Ha sikerült a gyermekvállalás, akkor onnantól kezdve a futamidő végéig teljesen kamatmentes marad a hitel. Abban az esetben, ha a második gyermek megszületik, akkor a fennálló tartozás 30%-át még elengedik, a harmadik gyermek megszületésével pedig a teljes fennálló tartozást elengedik, és ezáltal megszűnik a hitelszerződésük is. A babaváró kölcsön feltételei évelejétől változtak. A korábbi 10 millió forint helyett 11 millió forintra emelkedett a felvehető hitelösszeg, valamint 51 ezer forintra maximalizálták a havi törlesztő részletet. Emellett a házaspárnői tagjának az életkorát 41 évről 30 évre csökkentették, ezzel a kivételt képez, ha a feleség még idén eléri a 12 hetes várandóságot.